kilenc, több száz diák kapaszkodott össze a Mária Valéria hídon. Díjátadó, kitüntető címeket adtak át a megyei közgyűlésen. Sárkányok, több száz papírsárkány emelkedett a levegőbe zebegényben. Köszöntöm Önöket, a Régió Televízió Esztergom térségi híradóját látják. Több száz diák alkotott élőláncot az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídon szeptember 16-án. A középiskolák az Európai Mobilitási Héthez csatlakozva sétáltak végig az 517 méter hosszú hídon. A diákok zöld pólóban indultak el a híd magyar és szlovák oldalán, és az országhatárnál találkoztak. A mobilitási héthez az óvodások egy közös tornával csatlakoztak. Tavaly egy jó bingáztunk, és most meg táncolunk. Az esztergomi óvodások két keréken érkeztek a városháza elé, ők is csatlakoztak a mobilitás hetéhez. Csütörtökön délelőtt a mozogi és neves programon vettek részt, ahol közösen táncoltak és tornáztak. Idén ismét a Széchenyi térre vándoroltunk a gyerekekkel, nagyon várják ezt a napot, hiszen tudják, hogy törekszünk, ugye állandóan súlykoljuk beléjük, hogy mennyire fontos a mozgás, az egészséges környezet, hogy vigyázzunk a mi kis bolygónkra, hogy még az unokáik is tudják használni. Az esztergomi és a párkányi középiskolások zöld pólóba öltözve elsétáltak iskoláiktól a Mária Valéria híd közepéig. A két országot jelző tábláig mentek a diákok, ahol egymás mellé állva egy hosszú élőláncot alkottak. Ennek az akciónak a mozgás öröme, híd, mely összeköt volt a címe. Szeretnénk, hogyha minél többen otthon hagynák az autót, és kerékpárral, gyalog vagy a tömegközlekedést igénybe véve közlekednének a városban. A lezárás vasárnapi napon ugye egy szüreti felvonulással fog ugye véget érni. A szüreti felvonulás alatt itt egészen Szentgyörgy mezőtől ugye a főúton le fogjuk zárni az utat, tehát az autós közlekedés elől. A szervezők igyekeztek minden korosztályt megmozgatni, az óvodásoktól a nyugdíjasokig, az aktív sportolóktól az amatőrökig, az Európai Mobilitás hetén. Kitüntető címeket, díjakat adományozott ünnepi közgyűlésén a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat szeptember 19-én Tatabányán a Vértes agórájában. Számos megyei cég vezetője részesült a megye gazdaságáért kitüntető címben. Elismerték a rendőrök, a tűzoltók, a mentősök, a polgárőrök és a pénzügyűrök legjobbjait. Sportkategóriában a tokodi származású birkózó világbajnokot, Korpási Bálintot is díjazták. Komárom-Esztergom megyéért díjban részesült Pálmai József pedagógus és a Komárom-Esztergom megyei Horgász Egyesületek Szövetsége is. A megyénkben végezzük a feladatainkat, legyen az akár ellenőrzés, vagy akár oktatás, vagy vizsgáztatás, mindet nagy kedvel csinálják a kollégáink, illetve a társadalmi tisztségviselőink, és hát azt gondolom, hogy ez a díj tovább kötelez minket arra, hogy ugyanebben a nívóba folytassuk ezen tevékenységünket. Hernádi Ádám szeptember 18-án mutatta be Esztergom a Dunakanyar fővárosa című polgármester jelölti programját. Hernádi és csapatának célja, hogy Esztergom végre arra a helyre kerüljön, amelyet megérdemel. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje 9 témakörbe csoportosította a vállalásait. Ezek a területek azok, amelyeken hosszú távú és érdemleges változásokat kíván létrehozni. A program bemutatón jelen volt Palkovics László, innovációs és technológiai minisztériumot vezető miniszter is, aki elmondta, a kormány kiemelten kezeli Esztergomot, és a jövőben több milliárd forint fejlesztés érkezhet a városba, elsődlegesen a tervezett gát mielőbbi megépítésére. A gát esetében az történt, hogy a korábban tervezett összeg az kevésnek bizonyult, ezért aztán újra kezdtük a tervezési folyamatot. Múlt héten volt kormányülés, a kormány jóváhagyott kicsivel 1 milliárd forint fölötti összeget a tervezése, azzal, hogy egyébként 2021-ben, tehát az új tervezési időszakban, ugye még kicsit több mint másfél év, ott az első feladataink között lesz ennek a gátnak a kivitelezése. Úgyhogy a kormány nem hátrált ki se honnét, a kormány továbbra is fontosnak tartja a gátat, és meg is fogja valósítani.
Megemlékeztek a bazilikánál lévő emléktáblájuknál azokról a lengyel menekültekről, akiket a II. Világháborúban fogadott be Magyarország. A szeptember 17-i ünnepséget a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete szervezte. Az ünnepi esemény szónoka felidézte a 80 évvel ezelőtt történteket, a befogadott lengyel katonák és polgárok a szovjet csapatok elől menekültek hozzánk. Hogy mennyien lehettek, 50 vagy 150 ezeren, máig nincsenek pontos adatok. Spisák Balázs ennek kapcsán a Talmudot idézte. Aki egy életet megment, az egy egész világot ment meg. Én azt gondolom, hogy itt talán több életet is megmentettünk, megmentettek a mi felmenőink, a II. Világháborús elődeink, és én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik akkor, 80 évvel ezelőtt meghallották Isten szavát, és lelkiismeretük szerint cselekedtek, azok igazán megérdemlik a tiszteletet és a mindenkori megemlékezést. Újabb páros települési találkozó valósult meg megyénkben. Szeptember 14-én Piliscsiv látta vendégül a Tárkányban élőket. A Megyénk körül, megyünk körül elnevezésű programsorozatra tavaly novemberben pályázott sikeresen a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat. A 167 millió forintos Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásból megvalósuló pályázat kiemelt célja szűkebb hazánk megismerése. És itt nem csak az a cél, hogy megismerjük egymás kultúráját, hanem én abba bízom, hogy ez a páratlan szépségű hely, mint Piliscsiv is, ez is megtetszik önöknek, itt barátságok fognak szövődni, és a közeljövőben ezek a barátságok odáig jutnak, hogy egymáshoz nem csak ilyen program keretében, hanem más módon is el fognak jutni. Idén először szervezett honvédelmi családi napot szeptember 14-én a Szadai Polgári Lövész és Íjász Egylet. A rendezvényre rengetegen kilátogattak, a bátrabbak repülőgép szimulátorra ültek, de nagy volt az érdeklődés a lövészet, íjászat iránt is. A családi nap kiemelt célja a honvédelmi sportok népszerűsítése volt. Az alsó kijelzőt nézett, hogyha eléri a 90-et, akkor tudunk elindulni. Pap Zsombornak ez a repülő szimulátor tetszett a legjobban a családi napon. Kígyózó sorok álltak egész nap a lőbusznál is, a lövészet is népszerűnek bizonyult. Bepattintod, úgy, és nézd, ez új vége, de megcsíped. A honvédelmi sportokat szigorúan felnőttek felügyelete mellett próbálhatták ki a gyerekek. Budapestről jöttünk, és a gyerekek szerették volna kipróbálni ezeket. Most az íjászat volt, a kézigránátdobás, vagy az már volt, és utána pedig lőni fognak légpuskával. A honvédelmi családi napot most először szervezte meg a Szadai Polgári Lövész és Íjász Egylet. Ez a családi nap kifejezetten családoknak szól, gyerekeket szerettünk volna megszólítani, és felnőtteket is egyben. És fontos, az olyan szakmákat szerettünk volna megmutatni, honvédelmet, rendvédelmet és egyéb más szakmákat, mert civil emberek nagyon ritkán találkozhatnak. A honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos arról beszélt, a Szadaihoz hasonló események fontosak a honvédelmi sportok és szakmák népszerűsítéséért. Én bízom benne, hogy egy hagyományt sikerült teremteni itt Szadán is. Számtalan helyen megjelenünk a Honvédelmi Sportszövetség szervezésében, rendezésében, ilyen és hasonló családi rendezvényekkel, mindenhol nagy siker. Úgyhogy egy ilyen országjárásban vagyunk, és én bízom benne, hogy minél több ember találkozhat majd, és megismerheti a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységét. A családi napot a tervek szerint jövőre is megrendezik. Öt fiatal pár mondta ki a boldogító igent a nagycsaládosok őszi találkozóján szeptember 14-én a Szentendrei Skanzenben. Az eseményre több száz nagycsalád érkezett. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 1989 óta szervezi meg minden évben a találkozót. Idén a rendezvény kiemelt célja a házasság népszerűsítése volt. Az őszi találkozón Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár arról beszélt, hogy idén 8%-kal emelkedett a házasságkötések száma. Kijelenti-e Herceg Viktor, hogy az itt jelenlévő örökös Tóth Csillával házasságot köt? Több száz ember előtt mondta ki öt fiatal pár a boldogító igent, és fogadott örökhűséget egymásnak a nagycsaládosok őszi találkozóján. Számunkra fontos volt a házasságkötés, hiszen családjainkban nagy értéket képviselt nagycsaládból jövünk.
A Nagy Családosok Országos Egyesülete 1989 óta szervezi meg minden évben a találkozót. Idén a rendezvény kiemelt célja a házasság népszerűsítése volt. Tehát 31. alkalommal rendeztük meg az őszi találkozót, és az idei évnek a fő célja az volt, hogy a házasságkötést népszerűsítsük. És ennek keretében először történt az, hogy 5 pár örök hűséget fogadott egymásnak. Novák Katalin államtitkár az ünnepségen arról beszélt, reneszánszát éli a házasságkötés az országban. 2010-ben 35.500 esküvő volt, tavaly majdnem 51.000. Csak nem 50%-os a növekedés, és közben folyamatosan csökken a vállások száma. Magyarországon egyre több fiatal dönt úgy, hogy összekötik az életüket egymással, egyre többen házasodnak, és egyre többen vállalnak gyermeket. 20 éve nem volt olyan magas a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedv Magyarországon, mint most. Tehát azt látjuk, hogy a házasságkötés is a reneszánszát éli most Magyarországon. A Nagy Családosok őszi találkozójára idén is több száz nagy család érkezett. 5 pilisi település is csatlakozott a Pilisi Sziklák Naturparkhoz. Erről egyeztettek Piliscsében a felújított művelődési házban szeptember 17-én. A kezdeményezés új lehetőségeket teremt a pilisi települések életében, akár a természeti vagy a helyi értékek, termékek bemutatása kapcsán. Többek között a naturparki lehetőségek témájában tudományos konferenciákon vesznek részt Budapesten és szerveznek ilyet Kesztölcön is. Az 5 település összefogása felerősítheti a települési kezdeményezéseket is. Maga a naturparki forma az arra ad lehetőséget, hogy aki szeretne tenni ezért, az egységben tudja tenni, másokkal összefüggésben. Ugye egy-egy kis kezdeményezés így sokkal nagyobb hangsúlyt tud kapni. 5 település lesz a tagja a naturparknak, Piliscsév, Piliscsaba, Piliscszántó, Piliscszentkereszt és Kesztölc. És számunkra ez egy elég komoly lehetőséget jelent arra, hogy ezt a nagyon érdekes és sokszínű területet egységesen mutassuk meg az érdeklődőknek és saját magunknak is. Piliscsében most adták át mintegy 100 milliós önkormányzati és pályázati támogatásból a megújult művelődési házat, amely 300 fős konferenciateremmel bővült, megújultak a vizes blokkok, a külső homlokzat, a tető, korszerűsítették a fűtést. A település is csatlakozott a Pilisi Sziklák Naturparkhoz, ők is számos lehetőséget látnak az együttműködésben. Kálmán Béla művelődési ház és könyvtárunkat meg tudtuk újítani pályázati forrásból, és nem csak megújítottuk, hanem ki is bővítettünk egy hozzáépítéssel, és azt gondolom, hogy ez egy méltó környezetet tud majd biztosítani, és helyszínt tud biztosítani, akár a naturparkos rendezvényeinknek is, és térségi szinten is bármilyen rendezvénynek méltó helyszíne lehet. Szelíd, minőségi turizmust szeretnének itt meghonosítani, fogalmazott a Haladó Kesztölcét Egyesület elnöke, ami nem bántja a tájat. Nyírő András szerint itt nagy tömegek nincsenek, így a Pilis értékei, szinte érintetlen kincsei is felfedezhetőek. A naturpark lehetőséget teremt arra is, hogy a környékbeli települések értékeit, kezdeményezéseit összefogja. Nagyon sok érdekes kezdeményezés van. Piliscsabán például egy piacot terveznek. Piliscszántón van egy nagyon izgalmas új épület, a Kékház. Ezeket mind be tudjuk vonni, és különböző rendezvények alkalmából meg lehet mutatni. Nagyon finom helyi termékek vannak, Kesztölcön vannak nagyon jó borokicsében, kecskesajt. Ezeket mind meg kell tudnunk mutatni, és lehetőséget kell adni a termelőknek is arra, hogy egy kicsit nagyobb piacon, egy kicsit szélesebb körben tudják értékesíteni a termékeiket. A Pilisi Sziklák Naturpark alapító oklevelét február 25-én dr. Rácz András, környezetügyét felelős államtitkár adja majd át Kesztölcön. Látványos asszúkat hozott szeptember 14-én és 15-én az Esztergom Városi Vívóbajnokság. A Pézsa Tibor sportcsarnokban megrendezett versenyen kiemelkedően szerepeltek a Szent György Vívó Egyesület versenyzői. Remek pengeváltásokat, szoros küzdelmeket, parázs riposztokat hozott a kétnapos verseny. A fegyvernemek közül a férfi és a női kard, a férfi és a női tőr, valamint a bambi fiú tőr versenyeit bonyolították le. Alberti Bálint ugyan nem állhatott dobogóra, de nem volt csalódott. Az Esztergomi Szent György Vívó Egyesület termében a kardozók körében szerencsére egyre többen vagyunk, és Botár barátommal, aki a mai versenyt megnyerte, egyre többször vívunk vére szóló küzdelmeket az edzések után, és ennek megvan az eredmény, hiszen ma is mi ketten kerültünk döntőben. Nagyon örülök, hogy Botár barátom megnyerte ezt a versenyt.
Hát én nekem most ez nem sikerült, majd a jövőre remélem, hogy ez sikerülni fog. Az esztergomi versenyre a magyarországi vívóegyesületek versenyzőin kívül számos határon túli országból is érkeztek vívók. Szerbiából is eljött egy bátor kardozó, hogy megküzdjön velünk. A kemény asszók után végül is egy esztergomi vívó, Kondor Botár lett az első, nagyon szépen, szép vívással megnyerte ezt a versenyt, és az ötödik helyen is egy másik esztergomi vívó, Alberti Bálint végzett, ami azt jelenti, hogy jó úton járnak a kardozóink, jól vívnak, élvezetes, kemény asszokkal győzték le ellenfeleiket. A verseny győztese, esztergomváros bajnoka, Kondor Botár, Szentgyörgy Vívó Egyesület. A bajnokság férfi kardküzdelmeit nyerte Kondor Botár, a Szentgyörgy Vívó Egyesület versenyzői közül Sági Bernadett a női kardban győzött, a férfi törőző küzdelmeit Kovács Márton nyerte. Az esztergomi egyesület versenyzői az első helyeken kívül 2 második és 3 harmadik helyezést is szereztek. Idén 9. alkalommal rendezték meg a Sárkány Fesztivált szeptember 14-én és 15-én Zebegényben. A rendezvényre idén is több százan voltak kíváncsiak. A Dunakanyar egyik legszebb pontján a Sárkánydombon több száz színes papírsárkány repült fel a magasba a gyerekek és a felnőttek nagy örömére. A bátrabbak a sárkányműhelyben el is készíthették saját papírsárkányukat. A 2 napos családi fesztiválra a szervezők gyerekprogramokkal, kézműves vásárral és koncertekkel is várták az érdeklődőket. Ezzel megköszönjük megtisztelő figyelmüket, friss heti hírösszefoglalóval 1 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is, ha gondolják, látogassák meg a honlapunkat a www.rtv.hu címen, illetve keressenek minket közösségi oldalunkon, ahol minden héten hétfőtől csütörtökig jelentkezünk Hírek 1 percen című műsorunkkal. Most tartsanak velünk továbbra is, hiszen következik a Háttér legfrissebb adása. További kellemes napot kívánok, viszontlátásra!